A kis Igor, aki szintén doktorandus és a Délvidékről ír. Én megpróbálom összefoglalni egy pár percbe az ő előadását, és tulajdonképpen utána még beszélhetünk, mert nagyon örülök annak, hogy egy ilyen élénk eszmecsere alakult ki, ami azt jelenti, hogy ezek mind bennünk vannak, kikívánkoznak, és ki kell mondani, tehát nem szabad magunkba folytani. Mert tulajdonképpen, ha kimondjuk az igazságot, akkor annak van olyan hatás, hogy igei hatása és hat. Ha hallgatunk meg, félünk meg, magunkba zárjuk, akkor tulajdonképpen nem csináltunk semmit. Nekem ez az én véleményem. Tehát igenis ki kell mondani, nem kell félni, mert ellenfeleinknek csak addig van nagy szájuk, amíg szépen nem érvekkel nem verjük a fejükhöz az igazságot, és akkor utána talán egy kicsit elkezdik megszokni. Tehát nem szabad félni, nem szabad félni, ki kell mondani. Egyébként ez az ország az elmúlt 26 év alatt ide jutott, ahova jutott, ez többek között a hallgatásnak tudható be, hogy az emberek megfelelő időben nem mondták ki, amit ki kellett volna mondani. És nem mondták volna azt, hogy na most állj, eddig ne tovább, meg ezt nem hagyjuk, meg amaszt nem hagyjuk. Tetszik érteni? Nekem ez a véleményem. Ne ez a véleményem. A saját magyar. A magyar. Na, hát erre mondom, sajnos, én akkor kimondok még súlyosabbakat, és akkor utána elkezdem mondani Igornak a előadását, röviden összefoglalom, mert azért Délvidék sem maradjon ki, mert ott is van egy veszély, Előjárom mondani egy mondatba, és azért fontos, hogy elmondjam a Délvidéken mi van, mert sajnos nagyon úgy látszik, mert ott van a magyar külpolitikának a sikerélménye Szerbiával szemben, mert ugye románok meg a szlovákokkal szemben tehetetlen, mert ott egyre rosszabb a helyzet a magyarságnak. Ott van valami sikerélményt próbálnak maguknak ugye innen mondani, hogy sikerélmény meg ilyenek, meg 50 milliárd forint, ami szerintem csípőből ellopják a 90%-át a állítólagos magyar gazdasági vállalkozásoknak a föllendítésére, ez az én véleményem, hogy tulajdonképpen az a veszély, hogy Szerbia magyar segítséggel, magyar vétó nélkül úgy fog bekerülni az Európai Unióba, ha még lesz, hogy a Tito partizánjainak az áldozatait nem követik meg, nem kérnek bocsánatot, nem adnak kárpótlást, semmit, szőnyeg alá fogják söpörni, és Szerbia szépen be fog menetelni az Európai Unióba, úgyhogy a délvidéki magyarsággal valamisággal szemben valami megkövetés lenne, vagy anyagi, vagy erkölcsi kárpótlás. Kérem, vagy Románia is úgy ment az Unióba, hogy itt ezt szó nélkül meg. Hát minimum, hogy a Románia van olyan helyzetben, mint mi, abban a pillanatban Moldávia már Romániához tartozna. Hát miért nem lehetett fölvetni a székelyföldnek a partium autonómiát minimum követelésként, mikor Románia bement az Unióba? Parlament meg... Miért kért bocsánatot? Érti? Hát Románia bement úgy, hogy nem kértünk kérte semmit. Hát egy román politikai ilyet ellenkező esetben nem, ha ő oldalukon van ilyen lehetőség, ki nem hagyja? Nem hagyja ki. Jó a kettős állampolgárság, igaz, hogy a magyarságot azért felgyorsítja a kijövetelt meg egyebeket, mert ez tény, a kettős állampolgárság, de most van ilyen hatása. Mikor lett volna igazi hatása? 90-ben kellett volna megadni a kettős állampolgárságot, nem, hogy 10 millió, 15 millió minarszín miniszterelnöke vagyok. Azt utána meg betoltunk. Akkor kellett volna megadni a kettős állampolgárságot. Amikor Moldávia kikiáltotta a függetlenségét 91-ben, ha jól emlékszem, a bukaresti parlamentben 3 hét múlva
1000%-os konszenzussal elfogadták a kettős állampolgárságot Moldáviával kapcsolatban, és a moldávok azóta európai, kvázi, most miután a Románia bekült az Unióba, európai uniós tagként szépen seftelnek a moldáviai borral, meg a többivel, meg az árukkal. Úgy járnak az Európai Unióban, mint a románok, a moldáviai. Moldávia a bortermelésben a világ hetedik hatalma. Borkivitelben, meg a bortermelés. Hetedik. És szépen nagy üzleteket bonyolít a Moldávia, köszöni, jó van. Idő kérdése, hogy mikor fog csatlakozni Romániához. Moldovát mondom. Na, Moldovának, mert mindig keverik, hogy Moldva, meg Moldova. Ugye ez a szovjet tagköztársaság volt, ez a Moldova, amikor Sztálin elvtárs kidalálta a moldován népet. Igen, a Moldávia, ugye? Akkor Sztálin elvtárs kitalálta a moldován német, hogy a román szöveget, meg a román beszélt rá kell írni cirillre. Ugye ez a moldován nyelv, meg a moldován nép. Ugye? 40-es évek, ugye, amikor visszakerült a Szovjetunióhoz, vagy a cári birodalom után, ugye, mert oda tartozott valamikor, ugye? Hát kérem szépen, ez így működik. Hát 10 éven belül mi lesz? Koszovó azt mondja a pristinai parlament, hogy úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk Albániához, anyaországunkhoz. Tiranai parlament, szeretettel fogadjuk kedvünkre Koszovó albán népét. Aztán még a szandzsák is oda mehet, meg Macedónia egy része, még ott lesznek érdekes dolgok a Balkánon. Én nem mondom, hogy mi lesz a Balkánon. Nagy Szerbia is megvalósul, de Koszovó nélkül. A Bosznia-Hercegovinában a szerb-krajinai köztársaság, végigjártuk arra, amikor Gradacra mentünk le, hogy ne kelljen kerülni össze-vissza. Voltam 3 napot Bosznia-Hercegovinában, meg Szerajevó, meg Mostár, meg mit tudom én, érdekes, ott néztük. Ott van egy 9 kilométeres tengerpartja a boszniai szerb köztársaságnak. 9 kilométer. Neuma város, ahol tulajdonképpen mentünk le Ragúzába, ugye Dubrovnikba, meg Gradacba nyaraltunk. Mentünk le, azt mondja, horvát-boszniai határ, útlevél. Átmentünk 9 kilométert, útlevél. Jöttünk vissza, megint útlevél, meg még egyszer útlevél. Na de van horvát nemzetpolitika, azt mondta az uniónak, ezeknek a hülyéknek, mert ezt megérti az unió azért, vannak ott azért dolgokat megértenek. Azt mondják, hogy hát ez így nem jó, hogy Dél-Dalmácia le van szakadva Horvátországra, meg Ausztrália út ugye megszakadott, meg mit tudom én, mit, tehát idegen ország területén megy 9 kilométerre. Kedves Európai Unió, kérünk pénzt, hogy a Peljesász-félszigetet ugye összekapcsoljuk a szárazfölddel, és akkor a horvát magisztráli útot szépen ki Neumot kikerüli, és akkor megy le tovább egyenesen Dubrovnikig. És akkor majd, ha megvalósul az a Szerbia, amelyhez hozzátartozik majd Kelet-Bosznia, és szerb köztársaság, meg Bricskó, meg ezek ott kiirtották a muzulmánokat, akkor Horvátországnak lesz, vagy a Szerbiának lesz egy 9 kilométeres tengerpartja, mert a szlovénoknak is van, vagy 20 kilométeres, nincs is több ott a Portorosnál, meg Porecsné, vagy Piránynál, na Piránynál ott is voltam. Tehát kérem szépen, és akkor majd a horvátok nézik a szerb testvéreiket, nek a hajóit, hogy hogy mennek át a híd alatt. Ugye, mert az egész szerbflottát is tudják ellenőrizni a kereskedelmi. És akkor én érdekességként mondom, ez várható itt a Balkánon. Tehát lesz egy Szerbia, megvalósul egy nagy Szerbia, de nem úgy, ahogy ők gondolták, hanem tulajdonképpen ez van benne a pakliba. Nekem ez az én érzésem. És a Attila barátunk nem mondta, egyébként, hogy a szerbek mikor veszítették el Koszovót, 18. század végén már, amikor Csernovics Artén pátriárka bement a 40.000 családra, nem? Onnan vonultak ki. 1690-ben. Tehát mondtam, hogy 17. század végén, bocsánat. No, akkor én most átmegyek Kisigor barátunkba, aki tényleg írta ezt a délvidékről. Na most miről volt szó? Tito partizánjainak az írtása 44-40 fordulóján az nagyjából ismert. Azért elég sok szó elhangzott arról. Igor azt írta meg, hogy tulajdonképpen adott egy vázatos képet a délvidéki magyar írtásról, Tito, meg kiadja a parancsot, meg katonai közigazgatás, meg stb. Hogy megy, tehát ezt nem akarom éppen rendszerezni, illetve újra előadni. Ugye a Tito elvtárs, ugye itt a nagy nimbusz volt,
de nem tudom megállni, hogy nem mondjak el, hogy ez is jellemző magyar, ez is jellemző a magyarságra, hogy tudunk ilyenek lenni. Megjelent a 2000-ben, akkor még a Kisroki Minisztérium finanszírozta, Kalapi Zoltán délvidéki újságíró író könyve életrajzi kalauz 3 kötetben. Hát én most írom ezt a képviselői kötetet, mit gondolnak a összesen 41 délvidéki behívott parlamenti képviselő és felsállítók közül hányan szerepelnek Kalapi Zoltán 1000 magyar életrajz a délszláv országokból című könyvében? 2. De benne van 1000 életrajz az délszlávon, ez csípőből hazudik már, Kalapi sejftárs már meghalt. Én engem nem érdekel, hogy halottról jót ad semmit, el kell mondani. Ez is egy csípőből hazugság. Benne van Kamanci Balázs, a Huszita Biblia fordító 15. szám. Benne van Vitéz János, esztergomi érsek, meg János Pannonius. Mi a franc köze van a délszláv ókákhoz János Pannoniusnak? Vagy Kamanci Balázsnak, a szerénységi magyar Biblia fordítónak. Szóval ilyen teljes homály. Ugyanakkor végignéztem a kötetet. A Kalapi Zoltán életrajzi, amit mondom, a Nemzeti Örökség Minisztériuma finanszírozott annak idején, és most állítólag újra ki akarják adni. Hát én ezen már felszólaltam, és mindenhol mondom, hogy csak eljut a fülükhöz, a balokpáterékhez, csak eljut, ugye, hogy kérem szépen, van benne körülbelül 40 partizán életrajz. Ilyen megtévedt délvidéki magyarok, akik kommunisták a Bánátból, meg a Bácskából, és partizánok, jugoszláv partizán hadseregében harcolnak a magyarok ellen, meg többek részt is vesznek a magyar írtásban. Többek között benne van egy partizán lány, aki kiderült, és úgy látszik, hogy nem a Kadafi elvtárs volt az első újító e tekintetben, hanem ez egy kicsit korábbra nyúlnak vissza a dolgok. Kiderült, hogy benne van egy olyan partizán életrajz a két oldalon, és szabályosan elsírat, hogy majdnem a zsebkendőt szedtem elő, amikor olvastam, mert ilyen regényes életrajzokban vannak itt megírva az életek. Egy partizán lány, aki Boszniában, amikor Tito ott harcolt Boszniában, és tudjuk, volt ez a Szutyeszka film, ez az idióta Szutyeszka film, ahol Richard Burton volt Tito megformálója, meg mit én, amikor van egy jelenet benne, hogy amikor majdnem Titónak a boszniai főhadiszállását szétlövik a németek, ugye, és ott egy szikla mellett így, ottan be van rosszába Richard Burton alias Tito elvtárs, ugye, és akkor alig ússza meg ott a főhadiszállás alatt támadás, és kiderült, az egyik partizán lány, az Tito elvtársnak a női testőrségének a tagja volt, úgyhogy ezt a formációt ugye nem Kadafi találta ki, hanem ezt már Tito elvtársnak is volt. Hát valószínűleg lehet, hogy még Jovanka akkor meg se született, vagy kiskorú volt, ugye a harmadik, a legfiatalabb és a legkedvesebb feleség, ugye Jovanka volt, ugye? Jovanka volt hanem meg se született, vagy kiskorú volt, de hát először ezek szerint a boszniai háború idén Tito elvtársnak azért kellett Bosznia, és hát azért volt a női testőrség. Tehát ilyeneket találtam benne. Hát a hajam az égnek. És mondom, ezt általában újra ki akarják adni, mint nagy, jeles, délvidéki, nagy életrajzi kalauz. Szóval itt tartunk. Csak így mondom. Na most a Tito magyar írtásával kapcsolatban két dolgokat el kell mondani, mert ezt ugye összekötik a hideg napok 42, és összekavarják direkt a marxista történészek a 44-45-ös Tito megtorlása. Jellemző, hogy most kíváncsi vagyok az új középiskolai tankönyvben, meg fogom nézni, de állítólag borzalmas, hogy még rosszabb, és magyar szempontból még rosszabb, amit kiválasztott az oktatási hivatal, hogy na, melyik lesznek a hivatalos tankönyvek. Állítólag meg fogom nézni, addig nem mondok vélemény, csak amit hallottam, hogy nem igazán magyar történelem tankönyv, azaz, hogy magyar nemzeti szempontból van megírva. Tessék, nem is tudok mást várni. Ugye? Az eddigiekben az újvidéki hidegnapok benne van 2,5 oldalon, a magyar írtás 8 sorba. Holott fordítva kéne belennenni. Na most ez a marxista beidegződés, kérem szépen, a II. Világháború idején a hágai és a genfi konvenciók szerint, és itt az alapkérdés, a partizánok nem számítanak hadviselőfélnek.
Tehát amikor szovjet állampolgárokat Kárpátalja 44 nyarán, mint a Gyuszi doktor Andersom is mondott, ledobnak Szovjetunióból repülőgépekkel Kárpátaljára, szovjet repülőgépről, partizánokat, szovjet állampolgárokat, elkapja a magyar elhárítás, hogy a csendőrség, és akkor bíróságára állítják Borkanyuk elvtársat, akinek most a ilyen nagy kultusza, mert még mindig Kárpátalján a posztkommunista Ukrajnába, akkor kérem szépen joggal ítélték el, mert nem hadviselő fél, terrorista, olyan, mint az isztán robbantó Párizsban, meg azért a busz ugye Nizzába végigmegy a tömegen. Ugyanolyan terrorista a partizán, nemzetközi jog szerint. Tehát az, hogy Tito partizánjai besztiválgatok a Bácskába, meg a zsabjai, a zsabján, tehát a sajkás kerületben olyan esetek fordulnak elő, mert már 41 őszén ott vannak a partizánok, beszivárognak a szerémségből, meg a bánátból, Tito partizánjai, és olyan esetek vannak, képzeljék el azt a lelki állapotot a magyar közigazgatásnak, a magyar csendőrség és a magyar honvédségnél, amikor ott a sajkás kerületben a csendőrjárót úgy találják, a kéttagú csendőrjárót úgy találják meg egy reggel, hogy mind a kettőnek a pénisze le van vágva, és a szájába van téve, miután meggyilkolták őket, a partizánok. Akkor el tudják képzelni, hogy a magyar honvédnek milyen gondolatai támadnak, vagy hogy gőzöl be, ugye, amikor ilyen esetek vannak. Az, hogy gabonát, fölgyújtják a termést, meg egyebeket, meg gabonaraktárakat, meg visoltak, vasokat robbantanak, egy más dolog. Na most világos, hogy begőzölnek, de Újvidéken már túlkapás volt, az valóban túlkapás volt a razzia, de az, amikor a csendőrök és a katonák a partizánokkal vívott harcban megölnek partizánokat, a Dzsabjánál meg egyebek, az teljesen jogos. Az terrorista kelleni harc. És az nem olyan, hogy fasiszta magyarok, meg ilyen marhaságok, amit összeortak a kommunisták, ugye a kommunista történetíró. Ez egy alapvető dolog. Hát amikor ledobálták megszállt Franciaországba, Angliából jövő repülőgépekről a ejtőernyőseket, meg a kémeket, és azt mondták, nyilatkozták itt a History TV-ben, egy dokumentumfilmben, hogy ők nagyon jól tudták, hogy amikor lejobják őket, a németek elkapják, hogy kémkednek, falhoz állítják, a német hadsereg nem követel háborús büntettet, és nem követel, nem sérti meg a nemzetközi jogot. Tehát a magyar honvédség, amely a partizánok ellen harcolt szemtől szembe, az nem az volt, hogy a hős partizánt, a kommunista haladó partizánt megölte, hanem tulajdonképpen végzett a terroristával. Mert a partizán akkor a terroristának felel meg, most mint az iszlám, amit csinál. Csak ezeket el kell végre mondani, ki kell mondani, mert ugye megint van a ködösítés, hogy partizán, meg hős, meg kultusz, meg minden. Ugye? Ez az egész. Ez a hideg napok. Na most Cseres Tibor bácsi nekem atyai barátom volt, mert ő Gyergyó Remetéről származott, én meg Gyergyó Szárhegyen, meg Remetén is vannak még botlikok, ilyen régi székely góbék, ugye, meg gyergyóiek. És a 80-as évek közepén, 80-as évek előtt én már jártam a Tokai Rótáborba, és 80-as évek közepén egyszer jött, hát többször jött a Tibor bácsi, és dedikált és a könyveit nekem többször, és beszélgettünk, és amikor a 80-as évek közepén egyszer, hát mi mindig jártunk a vacsora után, a írótáborba vacsora után, jártunk a Gönczi Pali bácsinak a pincéjéből Tokai közepén, és borozgattunk. És 86-ba táján Tibor bácsi egyszer, vagy 20-unk előtt ilyen hosszú asztal volt a pincébe, nagy pince volt, és megnyomta nekünk a követet. Gyerekek, azt mondja, rájöttem, ezt majd az emlékiratlanyban fogom megírni egyébként, ez is majd ott lesz, csak most elmondom a történetet. Gyerekek, rájöttem, hogy milyen hatalmas bűnöket követtem el a magyar nemzet ellen, a nemzetünk ellen, hogy megírtam a hideg napokat. Na, ugye film készült belőle, meg mindenhol betítik. Azt mondja, azért, mert én naív voltam, hülye voltam, így mondta, hogy hülye voltam. Azt hittem, hogy egy szerb történész majd úgymond cserébe megírja, hogy 44-45 fordulóján a délvidéki magyarokat hogyan írtották a partizánok, meg stb. És akkor tulajdonképpen itt ez egy megbékélésnek a jelenet. Azt mondja, bocsássatok meg, azt mondja, nagy bűnöket követtem el ezzel. Azt mondja, mert kihasználták a magyarság pocskondiására a hidegnapok könyvemet is, meg a filmet is. Azt mondja, ha addig élek, és változás lesz itt a térségben, és lesz változás, mondta Tibor bácsi, azt mondja, akkor én, ha egészség megengedi,
lemegyek a Bácskába, végigjárom a falvakat, és meg fogom írni a 44-es magyar írtásnak az állás, ez lett a Vérbosszú Bácskába című könyve. Tehát ennek a könyvnek ez a története. Ez a története, hogy meg fogom írni a Vérbosszú Bácskában című könyvet. Tehát ez Tibor bácsi megjönte, hogy menjünk csinálni. Na most, tulajdonképpen itt miről van szó, ugye? Tehát egyértelműen bosszú a magyarságon, Tito partizánjának a bosszúja egyrészt, amelyre egyrészt Tito adott személyesen parancsot, illetve engedte a katonai közigazgatásnak a bevezetését, hogy volt egy pár nap, amilyen interregnum, hogy akkor leszámolhattok, és ez is egy döbbenetes dolog. És utána van egy-két hely, ahol tényleg a szovjet városparancsok akadályozta meg a magyar kiirtását. Döbbenetes, hogy milyen történetek vannak. Ugyanakkor a Petőfi Partizán Brigádot is megcsinálták magyarokból, hogy azt mondták, vagy kinyírunk benteket, vagy mentek a Petőfi Brigádba. Ugye tudjuk, hogy ez eléggé istenem volt ez a... Aztán tehát persze a kommunista korszakban ezt fölfújták, hogy a jugoszláv néphadseregbe a Petőfi Brigád, meg stb. Stb. Nem akarom ragozni. Ugye? Ezt föltupírozták, és itt az volt a lényeg, hogy itt is, ahogy Kárpátalján egész 88-ig nem lehetett beszélni a gulágról, az elhurcolásról, itt is tulajdonképpen a 80-as évek végén kezdődik ennek a föltárása, Matuska Márton kezdi újságcikkbe, sorozatba, tehát itt tulajdonképpen ekkor indul meg. Bár Illés Sándor bácsi, akivel a Magyar Nemzetben együtt dolgoztam, Mackó bácsi, nagyon jó barátok voltunk, Illés Sándorral, a délvidéki író, te is. Na, Mackó bácsi a Sirató című regényével először ír, néhány megemlíti a temerinieket, hogy mondják a gyerekek 44-45 elején az utcán megy egy férfi, és azt mondja, négy ember. Nem volt férfi, úgy, mint kárpátai magyar falva, vagy nők, meg gyerekek, meg öregek, délvidéki magyar falva, és nem volt ember, valamint férfi. És mondja a gyerek, hogy négy ember. Ugye, Attila bólogat, hogy ez tényleg így van, meg a Járaki haláltáborról 1000 gyerek halt meg, meg csecsemők, meg stb. Tehát ez egy döbbenetes dolog. És el ugye végig mindről hallgattak. És most a Délvidéki Keskeny Úton Alapítvány tisztelbeli kuratóriumi elnöke, azon dolgozunk a könyvek kiadásán kívül, hogy minél több tömegsírt, ami még nincs megjelölve, megjelöljünk. Több mint 60 internálótábor volt a Délvidéken. Több mint 60 internálótábor. Közöttük megsemmisítő táborok voltak, egyik a Járeki, ugye ez a leghírhettebb, amely tulajdonképpen semmiben sem különközött a német KZ-lágereknek a gázkamrájától. Tehát nem gázzal ölték az embereket, hanem éheztetéssel, meg stb. Ugyanúgy, ugye, mint a nyugati liberális történészek állandóan mentegetik a gulágot, hogy az nem is volt olyan, ezért, hát mentek volna a mínusz 56 meg 60 fokba, ugye meg megfagyni, mert ugye a nyugati liberális értelmiség mai napig mentegeti ugye a kommunizmust, meg ugye még ilyen szovjet barát még mindig a tudat alatt az agyába, kérem szépen, és mentegetik, mert ugye csak 100 millió áldozat az nem érdekes, hát ezt nem érdekes, hogy a kommunizmus ezt elkövette. Aztán, hogyha megnéztem volna, hogy hát azért a SKP-ban, meg ott a Lenin elvtársaik mikor alakultak, meg egyébként is, meg Beria, meg a többiek, akkor tulajdonképpen kik voltak azok szintén, akik elkövették ezt a népirtást. Ez is egy érdekes dolog, szóval. Csak ez is egy döbbenetes. Diákjainknak mondom, mert mondom, gyerekek, hát itt összemosnak tudatosan minden. A gyerekek, a Szovjetunióban ugyanolyan antiszemitizmus volt, mint a náci Németországban. Ugyanolyan antiszemitizmus. Sztálin elvtárs halála előtt már készítette elő a zsidó orvoskat. Ott is pogromok voltak. Csak a Szovjetunióban nem faji alapon volt a nemzeti, az antiszemitizmus, hanem osztály alapon. Hát értem, csak Seszko Jednő, hogy mondja a művelt ót, nem? Náci Németországban faji alapon volt az antiszemitizmus. A végletekig. A Szovjetunió meg osztály alapon. Hát olyan szépen megcsinálták a 30-as évek elején a Birobidzsányban a zsidó autonóm tartományt, mint a Huza. Csak úgy rakták ki őket Moszkvából meg mindenhonnan. Hát csinálták a pogromokat, de hát cári időben is csináltak a pogromokat. Hát erről szól a teljes ember, meg a hezegény is a háztetőn, nem? Hát apu is pénzt csináltak, nem? Értik? Hát ezek döbbenetes dolgok. Csak kéne egy kicsit gondolkodni, ugye azért szoktam mondani a diákoknak, hogy gyerekünk, gondolkozzunk, gondolkodunk. Hát attól vagyunk emberek, hogy gondolkodunk. Ugye? Na most Tito partizánjai meg most etnikai tisztogatást csináltak. Tehát gyakorlatilag mondhatnám, hogy kvázi faji alapon.
csinálták az etnikai tisztogatást. Hát úgy is hirdette meg a Timár Rukavina. Meg a Csubrilovics, ugye... Látosítani kell. Igen, igazad van, meg a Csubrilovics ugye megírta, hogy mit kell csinálni Tito elvtárs, ami beadta a beadványát, hogy hogy kell a magyar írtást megcsinálni. Tehát csipa népírtás, ugyanolyan, mint a német vagy a szovjet. Hát a szovjet is a saját népét írtotta, nem? Hát vitték gulágra, Szovjetunióba. Hát a saját népét írtotta, aztán olyan népírtó volt, mint a Hitler, meg a Tito. De ezek döbbenetes dolgok. De ezeket már végre ki kéne mondani 2016-ban. Meg nem ártam, hogy a történelmi tankönyv még is normálisan úgy benne lennének. Ugye? Igen, igen. Mert a következő nemzedék nem tud semmit. Nem hiszi el, mi az, hogy gulág, meg egyebek. A pedagógus társadalom leggyengébbre a Váci Magyarország. Hát ez tudatosan. Hát tudatosan. Tudatosan van lebutítva a pedagógus társadalom is. De a gondolkodó ember mindig veszélyes volt. A liberális világra is legalább van veszélyes a gondolkodó ember, mint a kommunizmusnak. Szóval Senicin két könyve 200 éve, Sené, Németországos, se Ausztriákos, se Svájcba nem jött a könyve. Nem jelent meg. Hát miért? Ez kéne tudni, de nem. Na erre mondom, hogy ugye tegnapi szó Einsteinről, meg a Balogh Sándor professzor, és akkor... Bementem a legnagyobb könyvtárokba, Debreceni katolikus püspökségű voltak fiatal gyerekek, és akkor kértem a Solzhenitsynt a könyvtárba, és mondták, hogy nem akar a nagy könyvtárba, és akkor mondta, hogy nincs regisztrálva. Mondom, hogy kértem. A művelt nyugat, ugye, ízőzőzőben művelt nyugat. Hogy elmúlítják fogalmasítani? Na, erre hadd mondjak egy történetet, szintén az András bácsitól hallottam, akinek több esze volt, mint az egész Antal Bagásnak, meg a külügyminiszternek együtt, mert akkor jártam Kárpátalján, össze is vesztem emiatt egy ilyen előadáson, konferencián, nem is összeve, összeszólalkoztam Jeszenszkivel, akit pedig ismerek, a Gézát ismerem, 98-tól, amikor én egyik alapítója volt az Erdélyi Szövetségnek, 10-en alapítottuk ilyen fél illegálisan, az Erdélyi Szövetséget alapítva vagyok, aztán amikor elfajult, akkor én kimaradtam, aztán mostan mondták, hogy hát mivel alapító vagyok, meg a 25. évfordulón is emlegettek, hogy na, gyere segítsi, amit tudsz, mondom persze, hogy segítek nektek megint. De volt 10 első alapító, nekem megvan, papíron van róla, tehát ott van a... Ja, mint a Partizán Szövetség, te ez ugyanaz, annyi alapító lett utána, mint a Huza. Hol vannak azok már? Majd az emlékirataimban mondom, sok mindenki fog derülni, és nem fog soknak tetszani, de engem az már nem érdekel. És tegnap volt szó itt a Balogh professzornak, hogy megfejtette az Einsteinnek valami félbehagyott dolgát erre a igen dologról. Jó, lapozzunk, ezt a témát lapozzuk, csak ott mondja, hogy Einstein relatív, és amikor Kárpátalján járván itt a népszavazás idején 91-ben, és ezt mondtam Jeszenszkinek ott válaszul, mikor ottan hebeget habogott ezen a konferencián, hogy alapszerű, így, meg szükségszerű, meg nagymamád. Mondom, egy parasztembernek, András bácsinak, aki a másik történetet is elmesélte, amit még elmondok előtte, azt mondta, szerkesztő úr, az alapszerződés aláírása előtt mi kárpátaljai magyarok úgy éreztünk, hogy magyar földön élünk, még mindig. Az alapszerződés után pedig rá kellett döbbennünk, hogy eladtak bennünket, és ukrán földön élünk. Több esze volt, mint Antallak, meg az egész bagázsának. Na, András bácsi más érte a következőt is, hogy ugye relativizálják a nyugati értelmiség, a gulág nem is volt az, meg mint szanatóriumnak állítják be. András bácsi megjárta a gulágot. 450 kerültek egy transportba, Szolyván, 17-en érték túl. Fönn voltak Kolimánál, ott, ahol a Norilsk, nem tudom most, a Jenyiszej vagy az Obot folyik a tengerbe, északi sarkörön túl, ahol ki volt írva a Norilsk városának a közepén, volt egy oszlop, hogy 1941-ben Norilsk városában volt a leghidegebb, -74,5 fok. És azt mondja, ott értettem meg a lágerbe, hogy minden relatív, hogy Istennek igaza van,
mert a Beregszászi gimnáziumban ezt már tanárunk már 40-es évek elején mesélte nekünk a relatívis elméletet, de mondta, gyerekek, elmondom ezt, mert ez a nagyon fontos, ugye, ismeretanyag, de hát Einstein tudjátok. Az nem teljesen politikai, a korrekt gondolom, vagy nem így mondta, de hát értitek, hogy miről van szó. Ugye 41-42 év, akkor már nem volt teljesen ugye, a dolog úgy rendben. És azt mondja, ott értettem meg, hogy Einsteinnek igaza van, hogy minden relatív. Mondom, András bácsi, miből értetted meg? Mert 80 felé járt, de azt mondta, hogy fiam, tegezzél csak nyugodtan. Azt mondja, hogy a parancsnok minden reggel felsorakoztatott bennünket a parancsnoki barak előtt, és a parancsnoki baraknak a egyik ajtó félfáján ott volt egy hőmérő. És ránézett, megnézett, ráfordult, utána odafordult a rabokhoz, azt mondja, foglyok, ma megint humánusnak kell veletek lennem, mert a gráduszon mínusz 63 fok van, már nem kell kimenni dolgozni, mert hideg van. És mondom, mi a relativitás elmélet? Azt mondja, visszamentünk a barakokba, ahol nem volt fűtés, 2 méteres hó volt a barakokon, azt mondja, utána ilyen napon azt mondja, boldogok voltunk, azt mondja, mert nem kellett dolgozni, és pihenhettünk. És a barakban olyan meleg volt. Mondom, András bácsi, milyen? Hány fok meleg volt a barakban? Tudod, fiacskám, akkor olyan mínusz 15-17 fok, azt mondja, olyan jó meleg volt, olyan jó éltünk akkor. Azt mondja, ott értettem meg a beregszászi tanáromat, hogy minden relatív, hogy ott tényleg van hideg között is különbség, minden relatív. Mínusz 64 fokhoz, a mínusz 15 azért az a meleg, de jó meleg. Na csak úgy mondom. Na most visszatérve még, tehát egy, ugye harcol az alapítványunk, amit említettem, hogy keresztekkel megjelölni, meg kopjafákkal, meg emlékjelekkel, azokat a sintérgöndöket, azokat a tiszaparti füzeseket, ahol tömegsírok vannak, meg egyebek. Itthonról nem kapunk segítséget, természetesen. Miért? Hát kell a másfaj, azért talpra kell állítani a délvidéki magyar gazdaságot, 50 milliárd forint megy ott, de hogy abból már hány üzem lesz, azt én nem tudom, meg hány vállalkozás fog születni. De mivel tudom, hogy a doktorációnk tanítanám a térséggel kapcsolatban mindig azt mondom, hogy gyerekek, amikor olyan szemináriumon van, hogy Balkán, akkor az első mondat a Balkán tanításának, a tanórájának az első mondatai a következő. Gyerekek, azzal kezdjük, hogy tanuljátok meg egy életre, és utána mindent értetek. Ugye a Balkán az nem elsősorban földrajzi vagy politikai, vagy geopolitikai fogalom, hanem különleges magatartásforma és lelki állapot, amely egyet mond, más gondol, és harmadikat cselekszik. Ez a Balkán, és ez vonatkozik még a románra is, a bolgárra kevésbé, egy kicsit, mert abban ugye török vezető rétege volt. De a románra, a szerbre, meg a románra teljes tökéletes. Úgy hiszem, hogy elég sok az igazság benne, és akkor utána, tehát azért harcolunk, hogy legyenek megjelölve, mert ugye vannak a, vagy 18-szor állították föl Csurogon is a kopjapát, meg egyebeket, meg hányszor legyöntötték, és akkor ottan koszorúz a magyar államfő, és akkor bocsánatot kér, meg egyebek, és akkor megy a nyögvenyelés, hogy akkor végre bejelentik ugye a, bejelentik a, az, hogy a Csabja, Zsurog, meg Mozsor népe ugye mentesül a kollektív bűnösség alól, ugye bejelentik nagy, de a többi magyar még mindig megbélyegzett a délvidéki magyar. Akkor ott a szabrot avatnak, meg újra avatnak, ugye a vergődő madarat, a turulat, ugye a szabadkai temetőbe, ahol a fölállították, talán 94-ben egy magyar öntőde, szabadkai magyar öntőde öntötte ki, fölállították, aztán utána ellopták. 350 kilós bronz magyarat, madarat hogy tudnak ellopni? Hát hogy tudják föltenni a teherautóra a fémgyűjtőt? 350 kiló. Hát az minimum valami daru kellett, nem? Nem találta a szervrendőrség teljesen. Aztán újra öntik, újra avatják, és nem a szabadkai magyar öntődét keresik meg, hogy na ugyan már a másolatot csináljátok meg, hanem Belgrádba 1 millió dinár adómentes költség honorárium, mert egy Belgrádba egy szerb szobrász, meg egy öntőde önti ki. Ehhez mindhez attisztál a Vajdasági Magyarok Szövetsége
pásztor elvtársa az élel. Csak úgy mondom, hogy itt tartunk. Tehát én nem várok semmi különbözőt. Most nekem lehet, hogy az is a bajom, ilyen sokat tudok meg minden, csak én figyelek, meg gondolkodom, meg a rakok, összerakom a mozaikokat. Ugye? Félelmetes, nem? És akkor miről beszélünk? Trianon idején délvidéken él 480 ezer magyar. Ma jó, ha van 200 ezer. Jó, ha van 200 ezer. Koszovóban van 470 ezer, 440 ezer albán. Eltelt 100 év, és ma van Koszovóban körülbelül 2 millió albán. Trianonban egész Jugoszláviában 600 ezer. Na, egészben, igazad van. De én a délvidéket mondom. Tehát most nem mondom a Muravidék, meg a horvátországi szorványt, amire a Béla barátom marad, csak ezt a... Több magyar volt, mint albán. Több magyar, mint albán, jóval több. 480 ezer albán volt. Igen. És most van 2 millió Koszovóban. Hát, és ki é Koszovó most? Aki teliszül. 50 ezer svájc. Na. Hogy is vagyunk akkor? Tessék megtanulni a történelemből, és abból lehet tanulni, hogy a történelemben, egy térségben nincs légüres tér. Ha valahol egy nemzet kipusztul, demográfiailag kisebbségbe kerül, akkor szükségképpen oda jön egy olyan életerős réteg, aki azt belépesíti és többségbe kerül. Erről szól a történet. Tehát ha a Kárpát-medencében nem születnek magyar gyerekek, akkor a Kárpát-medencét el fogjuk veszíteni. Unokáinak már lehet, hogy nem lesz. Tetszik érteni? Erről szól a történet. Ez a lényege. Túlszaporom. Történetben nincs légüres tér, nincs hely. Főleg a mai kirabolt földrészünkből, ugye a nyersanyag források egyre fogynak, kirabolt föld, egyre nincs már hely, meg ivóvíz, meg egyszer, ugye Közel-Kelet, meg ez az ivóvíz. Itt meg van. Helyettünk fognak mások bejönni, betelepülni. Most még a Szöges Zsolt megtartja őket. Nem soká. De ugyanakkor van azért nekünk belső bevándorlók is. Az se kevés. És csak a demográfia játszanak rá. Tetszik érteni? Úgyhogy ideje lenne észbe kapni, és nem hülyíteni a nemzetet meg ezekbe, hanem tényleg összefogni, és azt mondja, mit tudunk csinálni. Fogjunk össze. És nem a sanda politika, meg az elit, akinek ugye tulajdonképpen a húsos vezék a lényege, mert nálunk már nincsenek államférfiak. Mondtam már, hogy 5 államférfi volt a 20. században, nincs. Most már 60-70-80 éve nincs magyar államférfi. Megélhetési politikus van, azt mondja, 4 évig bekerülök oda, és már még jobban szólít, mert már nem 388-an vannak, már csak 200-an. De ott vagyok 4 évig, ha nem szedem meg magam, kikerülök, annyi. Erről szól a történet. Hát miért érdekesek a begyumbevállások, meg letagadják meg ezt, meg a macmét. Az államférfi az, aki nemzetben gondolkodik, és a nemzetért tesz, a jövőre gondol, és nem gondol arra, hogy na most én hogy fogom tudni megszedni magamat, a milliókat, meg hogy tudok ezt csinálni, azt csinálni, meg ezt megvenni, meg azt megvenni. Isten hatalmas vagyonom lesz. Hanem az a nemzetért gondol. Nincsenek államférfi. Én nem látok államférfit. Ahhoz azért föl kell nőni. Azért egy teleki pár színvonalra föl kell nőni, vagy egy Betlen István színvonalra, vagy egy Horthy. 2200 holdja volt 20, amikor kormányzó választották, annyi volt neki 44-ben, amikor lemondott. Hát hány hektárt, vagy hány holdat, hány ezer holdat privatizálhatott volna? Meg Svájcban lehetett volna bankszámlája, meg ugye kiviszik meg mit, és azóta is nem hallunk ugye a 320 milliót, aki ugye kint dekoltatott Bécsbe, mit tudom én, hogy mi van vele, vagy hogyan, vagy mi van vele, hogy elítélik egyáltalán valahol, vagy bíróság elé kerül. Mindent megúsznak, ugye? Horthyt utána kik tartják el? A Weiss Jenő, meg a többiek csinálnak egy alapítványt, és Horthy abból él, meg neveli az unokáját, ugye, már a Horthy Istvánnak a kisfiát, meg a többi, ott neveli Portugáliába, és havonta kapja az amerikai alapítványtól a pénzt. Weiss Jenőtől, meg a többi azoktól a zsidó, gazdag zsidóktól, akinek hozzájárult a megmeneküléséhez. Én nem igazán
jó viszonyban vagyunk, mert nem ellenségesek, de Ignác R.I. nevű magyar vezető történésszel jó viszonyban vagyok, nem vagyunk összeveszve, nem értek több dolgával együtt, viszont amikor megírta azt a Magyarország történet 20. században egyetemi tankönyv ilyen vastag, többször kiadták, abban legalább böcsülettel leírta, hogy amikor a kis zsidót vitték Auschwitzba, meghajtották a Bécsi úton, az én szülőfabon keresztül Bécs felé, meg mentek Auschwitzba, akkor 40 leggazdagabb zsidó család egyességet kötött a gestápóval, és a németekkel, és a gyáraik átadása fejében 1000 kiló arannyal családonként kivitték őket a gestápó különgépén Svájcba. Ezt ő leírja ebben Magyarország történetében. Ezt leírja, ezt böcsülöm be. Ezt megmerte írni. Romsics. Na, leérte írni. Hát ő érték. Akkor mi ez a kettős mérce? Hát ők megmenekültek a 40 család, meg kivihették a vagyonukat, meg stb. A többi meg nem. Szóval itt is a kettős mérce, nem? Megint. De ő leírta ezt már nem tudom, 90-es években végén jár meg ez a könyvben. De ezek érdekes dolgok, ugye? És akkor állandóan magyar holokok, üzi, mi stb. Stb. Állandóan megy, hogy a bűnös nemzet, utolsó csatos, mindenféle hazugságok. Még mindig. Holott nézhetnének magukba egy kicsit, hogy hogy is volt ez. Hogy is volt ez liberális elvtársa? A leggazdagabbak megúszták, a szegény még ment oda ki. Hát akkor ez hogy vagyunk? Nem kettős mérce? És a magyar meg a bűnös nemzet meg ilyen. Ott ha Horthy nem menti meg a budapesti zsidóságot, szoktam mondani, mert elkeseredésemben, akkor nincs SZDSZ, amelyik több kárt csinált az országnak, mint a második világháború együttvéve. Többek között azért tartunk itt. Az elmúlt 26 évet is én gengszterváltásnak mondom, nem vagyok hajlandó rendszerváltásnak, két dolog miatt mondom gengszterváltásnak. Egy, nemzeti vagyunk 98%-át. Szó szerint ellopták, és azon kívül nem volt meg a nemzeti igazságtétel. Hát röhely, hogy várják, hogy 90 éves, 90 éves korában Biszkai elvtárs meghaljon. Addig várnak, hogy majd csak meghal. Hát nem azt mondom, hogy akasztani kellett volna, mint Kádárék akasztottak, hanem erkölcsileg megbélyegezni, és minimum, mint azt csehek csinálták, hogy 15 évre a volt kommunista garnitúrát, a legfelsőbb garnitúrát kizárni a politikai életből, hogy nem indulhatsz pártokba, meg MSZP-be, és akkor 4 év múlva a nagy, legantikommunista párt a szadul befekszik a kommunisták közé, és koalíciót akkor 4 év múlva. Hát akkor az nem történik meg. Akkor van rendszerváltás. De hát nincsen. Hát még igazság, még elszámoltatás olyan, hogy na megbélyegezzük, hogy te figyelj ide, ez meg amaz, meg azatala, de akkor nem lesz részt a politikai életbe, és elszámoltatunk gazdaságilag. Nem, hogy 600 vagy 800 ezer forint nyugdíja volt Biszkai elvtársnak. Az 56-osok egy része meg nyomorgott 80 meg 100 ezer forint nyugdíja. 100 ezer hallottak, akkor nem beszélt sose, ezért hallottak, 3000 is lebesültek, egy partizánt nem büntettek. Persze. Tehát mindegyinek a nevét magas pozícióba éltek. Persze. Na most akkor, hogyha mi elkezdünk, jó, hát ezen lehet vitatkozni, meg minden, de hogy a fiaik, meg milyen, a nevek hogy jönnek elő, meg milyen pozícióba, az se semmi. Én szoktam mondani tényleg most már 70 felé, hogy én is hűlök, de nekem még van miből, mint sok embernek meg nincs. Tehát én az embereket ismerem, meg hát én újságíró is voltam, magyar nemzetnél szerkesztő, meg történészként is. Már elég régóta dolgozom, vagy 40 éve ebbe a témákba, meg ebbe a 20. századi történelem, ez a szakterületem az egyik, a másik a Kelet-Európa története 19-20. Században. Tehát kérem szépen, hát én nekem a nevek azért sokat mondanak, nem akarok itt neveket mondani, hogy hol tűnik fel a Nemzeti Bank igazgatója, meg a mit tűnik, milyen igazgatótanás tagja, meg egyébek bankoknál össze-vissza mindenhol. Milyen nevek tűnnek föl? Akik ismerősek a 70-es, 80-as évek kádári nagy embereinek valószínűleg leszármazottai. Tehát teljesen át is örökítették, hiába volt itt rendszerváltás, amit annak mondanak. Át is örökítették a kapcsolati tőkét, hogy mondjam finoman szólva. Ugye? Hát értitek, hát én nekem azért én emlékszem, amúgy, mint az átlag ember, akinek az agyát kilógozták a Nyaló TV, meg a Bráner TV-vel, meg a nagy testvérrel, a Big Brother-rel, meg a többi baromsággal. Nekem az agyamat nem lukozták ki.
nekem egy jó a memória. És én azért ismerem, tudom a neveket, és ha visszaköszönnek, akkor én rögtön tudom, hogy na, hogy is van? Hát 95-ig volt a K-telefon, biztos emlékeztek rá, mi ez a K-telefon. Nekem van egy 95-ös telefonlistám, milyen még. 95-ös. Hát nagyon érdekes dolgok vannak benne, hogy kik voltak az Antal kormányban, helyettes államtitkárok, meg stb. Úgy Balkészőr, Szilvási György, meg ilyen. Antal kormány. Ott benne. Szép. Vannak jó néhány nevek. Egy döbbenetes dolgok. Igen. Na, köszönöm szépen, elnézést, egy kicsit elhúzott, de most egy három előadást fogtam össze, igen, ugye, tulajdonképpen, úgyhogy elnézést kérek. Nem tudtam kiadni, hogy ezeket elmondjam, mert engem is ez foglalkoztat, meg tényleg nagyon sok minden irritál, mert döbbenetes dolgok vannak. Szóval azért ez elképesztő. Tehát azért mondom, hogy itt az igazságtétel, és akkor utána az furta meg, aki utána meg nem ment át, mint Miklós bácsi átment Fehér Lovon, amikor át kellett neki menni, ő meg ott toporgott a híd közepén, mert azt hitte, hogy meg fogják ölni. Szóval elképesztő is. Azért lett a közeles, ahhoz közeli időpontban 40 ezerrel kevesebb fölvidéki magyar, mert állítom, elmegy, átmegy, a szoboravatás is odáll közéjük, akkor a felvidéki magyarság egy része nem keseredik el, és nem szlováknak vallja magát a névszámláláson. Vagy nem írja be, mert nem is tudom, hány tízezer olyan ember volt, olyan állampolgár volt a szlovákiai névszámláláskor, aki nem írta be a nemzetiségét. Kassán úgy hiszem 5000. Most az magyar volt, vagy szlovák? Hogy is vagyunk? Csak azért mondom, ezek mind összefüggnek, egy csomó minden összefüggnek. És akkor utána ott osztja az észt meg ilyenek. És közben ő volt az, aki alkotmánybíróság elnökeként ugye úgymond megfúrta az Étényi Takács-féle törvényt, az igazságtétel törvényt. Zsoltot nagyon jól is van emlékozta, amit ő beújtott a Takácsot. Hát ő fúrta. Na, hát elég szépen mondtam, nem? Hát szeretek így körbeírni, aztán remélem, hogy érti. Félszavakból is értsük meg egymást. Kedves magyar testvéreink! Köszönhetem mindazoknak, akik eljöttek, mindazoknak az előadóknak, akik hozzájárultak ennek a könyvnek a megszületéséhez. Ez a Magyarok Világszövetségében 2 évvel ezelőtt vetődött föl, hogy sok könyv jelent meg új délvidéken, mint Kárpátalján, mint felvidéken az ottani magyar írtásokról, és akkor határozta a Magyarok Világszövetsége, hogy egy közös könyvben próbáljuk megjelentetni mindezeket a magyar írtásokat, amik történtek Kárpát-medencében. Én köszönöm főleg Botték József tanár úrnak, aki összefogta ezt a csapatot, és igazán minden beleadott, hogy ez a könyv sikeres legyen. 2 megjegyzésem azért lenne. Az egyik az, hogy egy hónappal körülbelül ezelőtt Ligetfalván voltunk, ott, ahol ez a magyar írtás történt, vagy a felvidéki barátaink elmentek, mert ott van egy, képzeljék el, hogy megérkeztük oda, és van egy emlékmű, egy márvány emlékmű, és azon föl van írva a következő szöveg szlovákul és magyarul, hogy szlovákok, németek és magyarok ebben a táborban lettek legyilkolva. Hát már bocsánatot kérek, kit gyilkoltak? A szlovákok kit gyilkoltak? Magyarokat és a németeket. Tehát micsoda ferdítés ez? És akkor avval kezdődött a megemlékezés, hogy elénekeljük el a szlovák himnuszt. Többenet volt. Felének pedig elmondanám, hogy a gyantai írtást, azt egy ezredes, nézzél utána, mert annak a feleségével én Nagyvárosban együtt dolgoztam,
és ott mondták, hogy el is ítélték a pacákot 6 évre, vagy nem tudom hány évre. Stancsú nevű ezredes. De nézz utána, mert ez... És akkor még egyszer megköszönve Botlik tanár úrnak a igen hatásos közreműködését, hiszen ő fogta össze ezt a könyv megírást. Köszönöm a megjelenést Magyarok Világszövetsége nevében, és további kongresszusi előadásokra való részvételre kérlek benneteket.